Még mindig nem dőlt el minden a Nyíregyháza Spartacus jövőjével kapcsolatban. Ami biztos az az, hogy a korábbi edző, jelenlegi kisebbségi tulajdonos Brek János vezetésével az elmúlt héten elkezdődtek az edzések, de a háttérben még zajlanak a tárgyalások a labdarúgóklubot üzemeltető Kft. Tulajdonjogának átruházását illetően. Mivel az idő szorít, a szakember minél rövidebbre szeretné zárni a témát, így a hétfői napon ajánlatot tett a cég 100%-os tulajdonjogának megvásárlására. Mindig minden változik. És még az a biztos, hogy ma ezt így vagy úgy le akarom zárni, mert annyira megy az idő, a felkészülést csinálni kellene, játékosokkal megállapodni, az alkalmazottakkal, az edzői stábbal szerződéseket kötni, és most az az állapot, hogy a régi tulajdonos július 1-től kilépett, új meg még nincs, tehát én, mint kisebbségi tulajdonos, működtettem a céget saját szakállamra, de nem vagyok döntési helyzetben, tehát ezért ma teszek egy ajánlatot a tulajdonosnak, hogy egyedül 100%-ba átveszem a Spartacust, adja nekem ide tehermentesen a tulajdonjogot, és ezek, ha lezajlanak, akkor én keresek magam mellé befektetőket, esetleg tulajdonostársakat, mert valahogy dönteni kell. Tehát utána úgy gondolom, hogy a város, a szurkolók, a megyei városi vállalkozók odállnak. Nyilván, hogy most nem várhatunk, ez egy folyamat, el kell kezdeni a munkát, addig működtetem a csapatot, míg ezek a dolgok el nem dőlnek, de a mai nap mindenképpen azt el kell dönteni, hogy megkapom a tulajdonrészt, vagy nem, vagy mással tárgyalnak. Abban az esetben, ha mással, akkor engem nem érdekel a dolog innentől. Mivel a másodosztályú bajnokság augusztus 20-án rajtól az edzéseket meg kell tartani. Hétfőn délelőtt 27 játékos, közöttük jó néhány ismerős arc futott ki a Városi Stadion pályájára. Gyakorlatilag mind olyan játékos van itt, aki Mászpariba megfordult. Vagy saját nevelősi játékosként, vagy játszottak. Tehát itt most a Sipos, a Szilágyi, visszajött a Dávidov, tárgyalni kellene vele, ma jön a Vojonovic, tárgyalni kellene vele, a Kovacsavics, le kéne vele ülni tárgyalni. Egy a lényeg, hogy ha csinálom és én csinálom a csapatot, két dolognak mindenképpen meg akarok felelni, amit magamnak állítottam fel. A keretnek legalább a háromnegyed része megyei kötődésű játékos legyen, és a pályára lépő csapatnak a fele szintén vagy a Nyírsuliba, vagy Nyíregyházán, vagy a megyébe futballozó játékos lesz. Ha minden Brek János tervé szerint alakul, akkor a héten esedékes ellenőrzési edzéseket követően szombatra kialakulhat egy már majdnem véglegesnek mondható keret. Egy hét abaviszántói edzőtábor után következhetnének az előkészületi mérkőzések, majd rajtolhat a bajnokság a csapat erőségéhez igazított célok megjelölésével.